Csapó 2. Üdvözlök mindenkit újra. Kis technikai malőröm volt. Nem szeretnék róla nagyon beszélgetni. Maradjunk annyiba, hogy reméltük ezzel se lesz probléma a jövőben. Megvárok, meg, megint várok egy picit, hogy újra, ö, ö, újra érzékeljétek, hogy live-ot adok, de nem tudom, hogy Youtube-on nem nagyon jelenik meg semmi, hogy élő adást adok, úgyhogy lehet, hogy ez egy nagyon problém, vagy ez a mai adás egy kicsit problémás lesz, mert remélem, hogy nem, de próbálkozok minden ilyen apróságot túl lenni és túlesni, Üdvözlök mindenkit. Köszöntök, köszöntöm szeretettel újra a nézőközönséget, és Amondó vagyok, hogy akkor újra, újra kezdeném a, a, az egész adást. Tehát ö, kezdjük is azzal, hogy technikai nehézségek. Ugye mint most is előjött egy ilyen. Uh, ugye említettem, hogy az előző videómnál az interjú, amikor az interjúkat csináltam, ugye a hang minősége nem lett olyan jó, és ugye próbálkoztam valamilyen megoldást találni, hogy hogyan lehetne ezt kiküszöbölni, és ugye hát volt rá egy ötletem, ugye múlt héten láthattátok, ugye a headsettel próbáltam megoldani ezt a dolgot, Uh, úgy voltam vele, hogy nem, nem annyira uh, jött be ez a megoldás, én úgy, úgy, érz, úgy éreztem, nem, valahogy nem, nem, volt az igazi, és ugye ebből kifolyólag én úgy gondoltam, hogy, hogy megpróbálnék egy mikrofonos változatot létrehozni, aminek hát ugye az a legnagyobb hátránya, hogy én ugye Akár tudjátok meg, akár hiszitek, akár nem, én telefonról csinálok mindent. Tehát telefonról live-ozok, telefonról ö, ö, nyomatok mindent, a videókat is, interjúkat is minden telefonnal kapcsolat, vagy telefonnal csinálok meg. És hát a, ebből kifolyólag ugye teljesen más. Ö, ö, Kame vagy ö, teljesen más metódusa van az egésznek, mint mondjuk gondolja, gondolnák az emberek, amikor ugye rámennek egy YouTube-osnak a videójára. Ott ugye megvan a profi kamera, megvan a profi világítás, profi mikrofon, ugye maradjunk annyiból, hogy egy, egy úgymond közepes YouTube-os is már egy 200 ezres mikrofonnal és zajszűrővel, és 60-70 ezres világítással dolgozik a kameráról, már nem is beszélve. Szia Kristóf! És ugye nekem nincs meg ez a, ez a lehetőség, én ugye ebből kifolyólag én telefonnal oldok meg mindent. És ugye a hang, az előző heti interjúknak a visszanézésével, jutottam el arra a szintre, hogy ezen változtatni kell, mert ez így nem mehet tovább, akkor ugye próbáltam a headsetet, az nem jött be nekem, és uh, úgy gondoltam, hogy kamerával, vagy uh, mikrofonnal megoldom, egy külső mikrofonnal. Na most utána néztem, ugye van a, a Rode uh, nevezetű cég, akinek ugye a termékei tényleg világszínvonalúak, ugye a Youtube-osok is szinte mindegyik ugye Rode mikrofonnal veszi fel az adást, és veszi fel a hangokat hozzá, csak hát egy a telefonhoz illő mondjuk ilyen kis, ekkora kis mini mikrofon, ez a Rode VideoMic, vagy Video Mi, vagy VideoMic, Mi, hogy egész pontos legyek, ez egy 23 ezer forintos történet, amit sajnos nem engedhetek meg magamnak, illetve ugye az a zajszűrő is még egy 7000 forint lett volna, tehát összesen az egy 30-as történet lett volna. És ugye én úgy gondoltam, hogy néztem ugye természetesen mi volt a segítségem rá hát a Youtube, és azt gondoltam, hogy én majd meg fogom oldani ugye egy ilyen átalakítóval. És első körben ugye bent a médiamarkból, hogy na majd én most biztos meg fogom találni a módját, van itthon egy tök jó asztali mikrofonom, ó, oh, majd mekkora penge leszek, meg minden. Hát, nem jött össze, ugyanis a, a média ilyen fejet vágtak, amikor én elkezdtem, hogy uh, úgymond egy headset átalakítót szeretnék, mert hogy ők még ilyenről nem hallottak, és hogy uh, ez biztos valami um, Peckó kütyű lesz. Ezért ugye uh, tovább mentem, Eljutottam egy, egy úgymond ilyen alkatrészes, GSMS toktól kezdve, tripodokon át, mindennel foglalkozó ö, üzletbe, ahol ugyanúgy megkérdeztem, mert elég sok ilyen ö, dolguk volt, és ők is azt mondták, hogy biztos ez valami iszonyat drága. És hát én ugye láttam az interneten 800-900 forintos történetről beszéltünk, hogy mondom 800-900 forint. Mondom, annyira azért nem lehet egy szuper extra dolog. Aztán ugye én vettem egy az egyik úgymond ilyen média üzletbe, a Best buy vettem egy ilyen átalakítót, hát az nem jött össze, és, és uh, nem jött össze a történet, mert uh, amikor elkezdtem volna használni, a mikrofont nem ismert. Vagy nem csatlakoztatta a telefonhoz. És ugye ez így problémát okozott, mert ott voltam, ahol a parcokat nem tudtam rájönni, hogy most esetleg az átalakító a rossz, vagy esetleg a mikrofon a rossz. Aztán vettem egy, vettem egy ilyen kis csöpséget, egy ilyen mikroportot, azzal is kipróbáltam, nem volt jó. És akkor én nagy elkeseredésemben úgy döntöttem, hogy na akkor, majd ma. Kör ma esetleg rászánom magam, hogy hát ha van olcsó megoldása ennek a dolognak, vagyis hát kevésbé drága, inkább úgy fogalmaznék, az a helytálló, ilyen kevésbé drága megoldása. És az lett, hogy ugye meglát, megnéztem ezt a RUD videót, mik mi nevezetű történetet, és hát 23 ezer forint volt, és úgy voltam, hogy elmondom még egy próbát megér, egy nagyobb média mákba bementem, és akkor hál' Istennek ott, ott fönt úgy gondolták, hogy megadják nekem a szerencsét, és euh, találtam egy ilyen átalakítót, ezáltal ugye, amit látjátok erről a kis csöpségről, itt, 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 itt. Tehát erről a, ezzel a csöpséggel beszélek, és uh, hál' így tudok uh, rendes hanganyagot is majd gyártani, ami az nem kell, ugye, külön majd hangvágó program, viszont a apró kicsi negatívum az egészben, hogy az az asztali, az, az, az asztali mikrofonom, amit tényleg mikrofon uh, kinézetű volt, az nem működik. Úgyhogy ö, valószínűleg majd az lesz a megoldás, hogyha a következő interjú alanyom lesz, akkor ö, be kell majd szereznem egy, egy mikrofont. De hál' Istennek ezt a részét már kiköszöbültem. De ugye a probléma még ugye azért folytatódik, mert ugye az idő hiány azért nem olyan, nem olyan könnyű a dolog mert ugye, ahogy említettem, az előző úgymond ilyen mini live-ba, ami ugye egy technikai malőr miatt uh, meg kell hogy állítsak, hogy uh, mit is akartam mondani? Annyi minden van most így a fejemben, hogy gondoltam, elmondom az egészet, hogy az technikai dolgokkal kapcsolatban, hogy ugye azért telefonnal dolgozom, uh, nem kamerával is. Ugye a kamerának ugye az a lenne a hátrány, hogy ugye nem tudok rá csatlakoztatni mikrofont, és ilyen nincs fölösleges 200 ezrem egy olyan minőségbe ö, felvevő kamerát vásárolni, mint amilyen minőségbe tudok én a telefonnal videót fölvenni. Úgyhogy ez most így, így maradt, annyiban maradt a, a dolog. Sajnos most egy kicsivel kevesebben is néztek, valószínűleg azért, mert a. Ahogy megállítottam a, az előző videót, ott már kezdett alakulni egy létszám, most viszont ö, erre a videóra most kevesebben találtok rá. Nem tudom miért majd bízom, bízom abba, hogy ö, azért ö, megtaláltok újra. És ugye én próbálok folyamatosan minél ugye költség hat, hatékonyabb megoldásokat találni. És erre például az egyik legjobb megoldás volt, amire azt gondoltam, hogy nagy megoldás lesz. Ez a kis ilyen mini lencse, amit a telefonra lehet szerelni, és akkor fú, de jó képet fogadni. adni. Most nem fogom teljes mértében rávarázsolni, de megpróbálom. Ugye látjátok, hogy tök szép, nagy széles képet ad. Viszont mivel egy olyan speciális tokom van, ami úgy biztos, meg minden ugye azt látjátok, hogy ugye itt a széle, szélén, ugye úgymond feketeség van, tehát ez is úgymond egy picit kilőve, az is gondolkodom, hogy ezt a tokot majd leszerelem, úgyhogy ugye maradunk ilyen változatba. Még ami még biztos, hogy nehézséget fog okozni, hogy, hogy ugye a szabadtéri videók, hogy ezt hogy fogom megoldani, és ugye ez lesz majd ugye az első úgymond részemnek a befejezése, mint ahogy ugye említettem, úgy fogom csinálni, vagy úgy az a menete lesz a live adásoknak, hogy elmondok témaköröket, belekezdek egy témakörbe, elmondom a véleményemet, közbe írhatjátok a cseten a, a kérdéseket ö, folyamatosan, és ö, minden egyes úgymond ilyen vagy témakör lezárása után tartanék egy ilyen 5-6 perces kérdés-felelek részt, amikor a felvetődő kérdésekre én választ és utána belekezdek a következő témakörbe. Úgyhogy amondó vagyok, hogy itt témakör lezárásnak fölteszek egy nagyon jó kérdést, bár négyen néztek, abból csak ugye Kristóf az, aki írogat a chatbe, úgyhogy valószínűleg veled fogok beszélgetni, még a többieket még egyenlőre nem találtam meg, Na most majd tele vagy ö, asztali gépen próbál majd megosztani a, a videót. Hogy ö, mit gondoltok, ameddig nem lesz keretem normális... Ö, nem lesz keretem egy normális mikrofonra, illetve normális technikára, addig maradjon-e, vagy addig maradjanak csak a live adások, vagy ö, esetleg ö, próbálkozzak meg ezzel a technikával kihozni, ami lehet, tojva, ö, tojva arra, hogy hogy ö, nem lesz olyan minősége a hangnak. Úgyhogy ö, nem tudom, akkor ezt a kérdést, ugye üdvözlöm, üdvözlöm újra Bájtot és Imrét is. Tehát a kérdés adott, mit, szól, mit szólnátok, vagy ö, mit gondoltok, mi lehetne a folytatás? Maradjanak a live-ok -ok, továbbra is, vagy, ö, és mondjuk ilyen mikrofonnal megoldom hogy így normális hanganyaggal tudok élőben közvetíteni, vagy esetleg legyenek témaki, vagy legyenek mondjuk in real life videók, ugye IRL videók, ugye challenge videók esetleg, vagy interjúk, amiket mondjuk ameddig nem tudom megoldani, addig ugye ezzel a kis mikroporttal, illetve Ö, illetve más, ö, illetve hát más hangtechnikával valahogy megoldni vagy a telefonnak a mikrofonjával, nem tudom, várom. A észrevételeket szeretném, hogyha erről elmondjanátok a véleményet. Úgyhogy erre, erre szeretném majd a, a, az ötleteket várni. Kristóf már írt egyet, be. Darida darkát is üdvözlöm, örülök neki, hogy most már te is nézel. Én szélesen látnék kapusedzés vlogokat is. Hát igen, ez is egy jó dolog lenne, de ugye egy kamerával eléggé nehéz lenne, vagy akkor itt a másik kérdés. Van nekem, most kaptam kölcsönbe egy úgymond kis flash kamerát, aminek viszont gyengébb a minősége, meg van egy ilyen kis action kamerám, ami annyit nem bír, mint mondjuk egy GoPro, és mondjuk hangot nem is tud fölvenni hogy te milyen videóötletekkel vagy milyen videókat szeretnétek még látni a közeljövőbe a csatornán, hogy ameddig nem tudom megoldani rendesen, addig, addig maradjanak csak a live -ok, vagy próbálkozzak meg a mostani eszközökkel különböző tartalmakat létrehozni. No, közben nyugodtan írhatjátok az egyéb kérdéseket is, hogyha esetleg nem akartok konkrétan erre válaszolni. Vagy ö, a többiek nem írnak. Csik nagyon nagyon kíváncsian nagyon kíváncsi várom az észrevételket, mert én maximalista vagyok, tehát hogyha rajtam múlna, akkor csak ö, live adások lennének, mert azt tudom úgy megoldani, hogy ugye Megfelelő számomra és megfelelő minőséget biztosítson, mert ugye az előbb sikerült majdnem elrontani az egészet. De ha nem bánjátok, akkor tényleg csinálok még ilyen egy-kettő ilyen érdekesebb videókat. Én látnék interjúkat szívesen. Hát ugye ez is egy tervem lesz, de ez még nem szadok el annyira előre a dolgoknak mert ez is lesz majd a, a live-nak a témája. Maradjanak szerintem a live-ok. -ok. látni Szívesen látnék interjúkat. Inkább maradj ezeknél a dolgoknál, még nem lesz meg a megfelelő eszközök hozzá. Na, akkor ezt is úgy gondolom azokkal, akik néznek, akkor megbeszéltem. ja, és akkor te most jöhetnének most jöhetne egy olyan rész, amikor kérdezhetnétek nyugodt szívvel. Itt látjátok, továbbra is rikítok, illetve keményen nyomattam a Jazz for Keepers-t. Úgyhogy bármilyen jellegű kérdésetek van, most tegyétek fel. megközben közben nézem vissza magamat, elég, elég jó Elég jó képet ad a történet. Ö, míg összeírjátok a kérdéseket, addig egy gyors helyzetjelentést fogok adni. Ö, kedves Kristóf, nem láttam a teljes összefoglalót, nem is nagyon szeretném látni, úgy gondolom, mert újra csak idegbajt fogok kapni rajta, mert ezt edző kollégámmal már eltértük, meg a négyes metrónak a. A négyes metró tömege is hallhatta a véleményünket, mert akár hiszitek, akár nem, én ott félidőben azt mondtam, hogy nehogy véletlen az legyen, hogy félidő vendég végeredmény hazai. Úgyhogy Szori Kristóf valamilyen szinten megint igazam lett. Úgyhogy ez egy, mond, pici negatívum. Nem láttam az összefoglalat, de majd miattad meg fogom nézni. Láttad a hétközi meccseket? A Fradi meccset egy ideig láttam, ideig néztem, nem nagyon nyűgözött le. Nem mondám azt, hogy annyira színvonalas volt. Ugye a videótól meccset meg pont azért nem láttam, mert éppen kispályás mérkőzést játszottam. Úgyhogy úgymond most lemaradtam, a, lemaradtam ezekről a dolgokról, bár amit hallottam, ugye, vagy ahogy ugye néztem az eredmények.com-on, azért a videótonnak úgymond nem nagyon forgott veszélybe a győzelme, bár ugye a 90 pluszba sikerült ugye a második gólt megszerezni, Ugye a Vasasnak a veresége az meg hagy némi kívánivalót maga után. De hát ö, maradjunk annyiból, hogy erről Kristóf és a többiek a semleges térférben már elmondták a véleményüket az előző lájba. Követted a mozzaló konfederációs döntőt? Hát kedves Darida Mester, most megmutatom a tévét, hogy mennyire követtem. semennyire. Mondjuk így a konfederációs kupa mérkőzéseket sem nagyon ö, követtem, most kivételsen, meg úgy utóbbi időben a, inkább az utánpótlás mérkőzéseknek vagyok a híve. Sokkal inkább meg, előbb megnézek mondjuk egy Fitesz Ajax U16-os mérkőzést, előbb nézem meg az összefoglalóját az interneten, mint mondjuk a, a, nem is tudom, Chile-Portugália büntető párbajt. Úgyhogy ilyen szempontból nem követem most a konfederációs kupát. Persze majd, a, ha érkeznek olyan dolgok, mint például a Claudio bravo ugye az a 11-es párbajban mutatott teljesítménye, vagy... Esetleg ugye volt ugye a németeknél ugye előfordult, hogy ugye folyamatosan rotálták a kapusokat, akár ezekről is uh, majd szót fogok ejteni a következő live adásba. Hello Vencel. De akkor így még jön, jön egy két kérdés, hogy ilyen folyamatosan menjen a, a dolog. Uh, elmondanám nektek, hogy most van úgymond ellenőrzés alatt a a történelmi utazás a proaktív stílus útjának a bevezető része, ami ugye nehézség volt számomra, hogy ne süssem el minden puskaporomat, ugyanis én próbálkozok, hogy is fogalmazok, szeretnék majd ebből egy könyvet összehozni. És az, hogy Ebből egy, egy, egy olyan terjedelmi könyvet összehozzak, az ugye, vagy nem kéne írnom, ö, vagy nem kéne írnom róla egyáltalán a blogba, vagy pedig, ö, vagy pedig ö, úgy kellene, vagy pedig úgy kellene, ugye, összeraknom a dolgokat, hogy ö, Ugye, ne nem ne mondjak el mindent. És a bevezetőm is egy kisebb terjedelem lett, A4-es oldalak szempontjából öt, ö, három oldal, és ö, próbálkozok ezen majd javítani. Meg ugye most jön majd az ellenőrzés. Úgyhogy, illetve a képanyagoknak a, a, az összevágása, hogy egy különleges, úgymond dizájnt összerakjak a cikkhez, amit, ami ugye az én tervem. Úgyhogy ö, így ennyi a hamarosan télen most már ö, azt mondom, hogy azt mondom, hogy te célegyenesben van az első, első úgymond komolyabb kutató, hát nem is azt mondom, hogy első komolyabb, mert az ugye a Bicskei kontra Grosics ugye a magyar tradicionális kapustílusnak ugye a, a felkutatása, hogy kinek, kinek van igaza Bicskeinek, hogy abban a szemléletben, amit ő mondott, vagy, vagy Grosics, és a, az ő, á, vagy a Grosics jelenség volt ugye a meghatározó, és tényleg azt lehet nevezni magyar kapustílusnak, Ugye az volt az első ilyen komoly, ö, komolyabb történelmi áttekintésem, meg úgymond kutató munkám. Ebből lett az, hogy miután elolvastam Jonathan Wilsonnak a könyvét, ugye ő nem annyira részletesen ment ebbe bele, ő konkrétan Bicske, vagy Grosicsot említette meg elsőnek. Ugye valószínűleg nem nagyon tudott magyar könyveket fordítani, ugyanis Ö, Grosi csak a két könyvében hangoztatta, hogy ő az elődjeitől tanult, tehát ugye ennek van egy előzménye, de ugye ebben most nem fogok tényleg részletesebben belemenni, mert akkor mindent ellövök, mindent elmondok. Az a lényeg, hogy tényleg egy-két napon belül már föl fog, kell, vagy föl fog kerülni a, a blogra az első rész, és remélem, majd nagyon várjátok. Ö, Kristófra akkor reagálok. Köszi, de nem bulvára lettem volna kíváncsi, ellenben az izraeli értesülésem, hogy ott elképzelhetetlen, és nem is el is ola. Nem láttad akkor minden, szerintem gyenge a betár kapusa. Tudom, hogy a, a, a betárnak, vagy ugye elmondtad erről a bocsánat, csak közben eljátszod azok a, a kis mini lencsével. Tehát tudom, hogy bulvár, nem bulvár, nekem erről megvan a véleményem, én ezt elmondtam neked, hogy szerintem mi volt ez a mérkőzés, de majd meg fogom neked nézni, és tényleg el fogom neked mondani a véleményemet az izraeliek kapusára. És következő kérdés, vagy még közben ugye a Vence még kérdezte, hogy nézek-e magyar meccseket, igen nézek meg hogy melyik az a liga, amit legtöbbször nézel, az az amerikai bajnokság, a Major League Soccer mérkőzéseit szoktam figyelmet követni, hogyha felnőtt mérkőzéseket nézek. És akkor Stojka Petit is üdvözlöm, Szotyi van, nincsen, elfogyott, elhasználtam a Európa Liga mérkőzések alatt. Szerinted mi történt a bravo hogy a szezonalti így fogalmazva szar volt, és most pedig beküldte Csillét a döntőbe. Hát ugye, azért Bravónak ott Angliába azért teljesen más stílus kellett, kellett volna képviselnie, mint amit az angolok vártak. Ugye azt tudjuk, hogy a Manchester City-nél, meg erről ugye meséltem is, hogy a Manchester City-nél próbálnak ezen változtatni, hogy tényleg úgymond a, a lábbal ügyesebb kapusokat érvényesítik előnybe, és ebből kifolyag ugye azok általában nem magasak, meg ugye úgymond a pro, kicsit a, a játék együttélésé is szeretnék elősegíteni a kapusoknál, ezért igazolták le ugye a bravót is, ezért zavarták el többek között Joe Hartot, meg most ugye igazolták a Benficának a portását, de hogy ugye Angliában azért a legtöbb csapat nem kombinatív focit játszik, hanem erő futballt, ívelgetnek, stb. stb. És ugye az bravónak nem az erőssége. És ugye ebből kifolyólag ugye ott rengeteg hibája volt, meg rengeteget szenvedett és küzdködött azzal, hogy ezt meg tudja oldani, mert ugye neki a beadások hárítása az nem az erőssége, pláne nem olyan szinten, mint ahogy az angoloknál elvárják. És ugye a csillai fut, vagy ugye a konfederációs kupán meg nem találkozott olyan jellegű fizikai fölénnyel, mint amit mondjuk az angol bajnoki mérkőzéseken láthat, vagy megtapasztalhatott. Ezáltal ugye érdekes mód, sokkal jobb teljesítményt is tud nyújtani. Na, akkor... Folytatnám a következő témával, közben nyugodtan írjátok a csetbe a kérdéseket, majd vissza fogom olvasni a következő úgymond ilyen etapba, hogy ö, ezen a héten ö, lezárult az első kapustáborom, vagyis a kapustáboromnak az első hete, azért mondom, hogy első, annak ellenére, hogy három éve már volt egy, azért mondom elsőnek, mert ez az első úgymond közös, táborom egy komoly kapus céggel, ugye ez a Just for Keepers, amit ugye itt pólóba is mutatok, meg pólóba is képviselem őket, meg kesztyűbe is, meg úgy minden másba is próbálkozom. Ugye ez volt velük az első, ugye annak, ahhoz képest, hogy úgymond nem sokan ismerik Magyarországon azért egész szép kis létszám jött össze, 11 fővel tudtunk dolgozni, bár talán egy nap volt az, amikor 11 fő volt, mert vagy az első napon nem voltak ott, a, a vagy nem tudott jönni két kapus, vagy pedig ugye egy kapusom megbetegedett a tábor alatt, úgyhogy az átlagban 10 kapus az, akivel tudtam, fog, vagy tudtunk foglalkozni kollégámmal. Ö, Sziasztok, mi a téma? Hát kedves, maradék, szia! A mostani téma, amiről beszélek, az a kapustáborom, és ami ott, ott történt, illetve a tapasztalatok, amiket szereztem. Hol is folytassam? Igen, tehát, hogy lényegébb, vagy hol kéne folytatnom, a ugye tíz kapussal voltunk mindig, és ugye nekem az volt a célom, hogy ez nem nem titok. Nekem az lett volna a tervem, és az lett volna a célom, hogy megpróbáljam ezt a magyarországi kapustáborozást megváltoztatni abból a szempontból, hogy legtöbb helyen nem edzőtábor jellegű edzések vannak, hanem inkább látványos, mindenki részt vehet rajta, mert az a legfontosabb, hogy jól érezd magad, meg, meg kipróbáld ezt a kapusságot és én ezt próbáltam volna megváltoztatni. Ö, volt tanulság is benne, ami, amit le tudtam szűrni kollégámmal a tegnapi nap folyamán. Ö, teljes mértékben nem lehet megvalósítani, viszont a legfontosabb azzal a módszerrel, amit ott a úgymond rögtönzés szempontjából ö, kitaláltunk, azzal a módszerrel igenis lehet minőségibb és komolyabb munkát is folytatni a kapusokkal, úgyhogy az mindenféleképpen egy előrelépés. Az is előrelépés, hogy egy csütörtökön volt egy meglepetés vendég a táborba, és itt szeretném ugye megemlíteni Karadanit, ugye Kara Dánial, aki korábban volt a videótonnak az utánpótlás kapusa is, meg az első csapatnál is edzett, és jelenleg az MB3-as BKV előrének a, a, első számú kapusa. Ugye ő, ő jött el hozzánk látogatóba, és tényleg a, a srácok élvezték. Ugye volt úgymond egy bemutató meccs, lényegében kettő, tehát két bemutató mérkőzést vívhattam ellene. Az eredményeket nem mondom, mert az első meccs az egy, tényleg ez egy látvány, látványos dolg lett volna, de nagyon egy oldalú lett, nem az én javamra. A második ö, mérkőzésünk egymás ellen viszont ö, nem annyira a látványosságról szólt, hanem mindkettőnket elkapta a Gépszi, és hát hogy is fogalmazzam, vére mentünk. Nem, nem tudok mit mondani, tényleg brutál, Tehát nagyon rugdostuk egymást kapus háború alatt, és már tényleg a gyerekek is így néztek, hogy úristen, Pisti bá, fú, miket tud művelni, meg tényleg itt már nem a játék, meg nem a mosoly, meg nem a, 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 szöveg, a szövegen van a hangsúly, nem tényleg az, hogy nem akartunk, egy, nem akartunk veszíteni. Ugye ezt pont mondtam a, a Daninak is, amikor megérkezett, hogy, hogy bármi történjen, ne ne legyen ez, ne legyen az, hogy neki megyünk egymásnak, tényleg látványos legyen és élvezhető, és a gyerekek is élvezzék. Hát nem sikerült ezt betartani. Két olyan személyiség összetalálkozott, akik nem szeretnek veszíteni. És hát én a második párat, az tényleg ott technikailag is mutatott olyan dolgokat, amikről azt, le azt lehet mondani, hogy na igen, ez, ez Tényleg háború volt a javából. Úgyhogy ugye én, me, én megsínlettem ő is, tehát én ugye négy közel, nem is tudom hány hónapja, lassan már tényleg négy hónapja nem mozogtam úgy rendesen kapusként, tehát az utolsó meccsem három hónapja lehetett. Tehát azóta ugye én nem voltam edzésben, ő meg azért csak egy MB3-as kapus, és azért ö, ö, nagyon vicces volt, a, 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 dolog, meg hát utána a Dani tényleg le a kalappal előtte, és tényleg, tehát, ahogy ugye a baseballosok szokták, hogy megemelik a kalapjukat, hogy belement abba, hogy a kapusok, a ott lévő kapusokkal háborúzott, a három darab u 15 a két darab U14-essel, meg a kicsikkel, és a vicces az volt, majd hamarosan fölteszem a képeket, a a, a Kapusiskola Facebook oldalára, a Détári Kapusiskola Facebook oldalára fölteszem a képeket, hogy a legkisebb tényleg a 2006-tól a 2009-es volt öt kapus, ők öten álltak ki egyszerre a, a, Dani ellen, és hát bomba meglepetés történt, öt az egy, el, tehát 5 az 1 ellen, 5-1-re nyert a, a, kis csapat, tényleg megszivatták a, a, az NBA kapus, és tényleg ö, nagyon, ö, nagyon ö, hogy is fogalmazott, nagyon jó hangulatban volt, a végén ugye volt autogramosztás, illetve átadtuk Daninak a, a, az ajándékunkat, erről majd tényleg fogtok látni majd képet, a, a Détári iskola Facebook oldalán, azt is próbáljuk majd úgymond nagyobb hangsúlyt fektetni erre, ezt is ki kell majd tapasztalnom, hogy mi az, amit, amit, érdemes lenne föltenni, meg mi az, ami, ami jó lett volna, mi az, amiben fejlődhetnénk, ugye folyamatosan próbál tanulni, és folyamatosan próbál változtatni dolgokon, ezért is van ugye, amit látjátok, itt van ez a kis mikroport, most erről megy a hang többek között, és ö, tényleg nagyon jó hangulat volt, pénteki strand az ugye már csak egy kikapcsolódás volt, ott ugye volt, kapu, vagy volt egy kapusom, aki ugye tornán kellett részt vennie, ugye rajta az ő teljesítményét ugye megbeszéltem vele, meg ugye a kollégám kint volt, megnézte őt élőbe, nagyon jó, hogy is mondjam, összességében po voltak pozitív dolgok is, meg voltak negatív dolgok is, de mindenféleképpen arra a konklúzió az az volt, hogy az időpont az az, aminek, amit mi megszabtunk, annak kéne lenni jövőre is, illetve az is, hogy lakásos legyen, hogy a, akár a külföldön játszó magyar kapusok, vagy azok a úgymond külföldi kapusok, akik valamilyen szinten kapcsolatban vannak a Jazz for keepers ők is ö, tudjanak jönni nem, ne csak Szlovákiában, hanem Budapesten is ö, legyen egy, vagy nem is, ha nem Budapesten, de Magyarországon legyen egy olyan tábor, ami tényleg a kapusokról szól. Úgyhogy ez lesz a jövő ö, történése. Illetve az, hogy jövő héten is ugye lesz egy hét ö, Détári kapustábor. Remé hát a létszám az nem lesz olyan ö, szuper, mint mondjuk az első héten, de nem baj, mert az ott lévőkkel is remélhetőleg nagyon jó munkát tudunk folytatni, és ahogy néztem az időjárás előrejelzést, még jobb időnk is lesz, mint ö, múlt héten, mert múlt héten azért tényleg a kánikulával kellett megküzdeni, jövő héten meg ö, azért lesznek borús napjaink, Úgyhogy igazság szerint bízunk a legjobbakba, illetve abba, hogy sokkal komolyabb, úgymond hírverést fogunk kapni, hát ha esetleg még komolyabb szintre tudjuk majd eljuttatni a, 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 a Déteri Kapusiskolát, a Kapusszemben blogot, meg akár a Just for keepers ugye a magyarországi részét, a Just for Keepers Hungary-t is. Így a második részt ö, lezárnám, olvasom a, a kérdéseket, tovább, hogy Vidován Vencel tette fel a kérdést, hogy ö, melyik magyar csapatnak szurkolok a Ferencvárosnak, ö, és MB1 vagy MB2. Ö, ezt a kérdést pontosan nem értem kedves Vin, ö, Vencel, hogy ö, hogy érted ezt, hogy MB1 vagy MB2, hogy melyikbe védenék szívesebben, vagy, vagy ö, ott Melyik osztályt látom jobbnak, nem tudom, azt majd szeretném, hogyha kifejtenéd. Ö... Ugye kemény lehetett, hát ö... utána volt kemény. Meg még elmentem kispályázni, és mivel nem jött el a kapus, be kellett állnom kapuba, pedig kispályán teg a hobbi, meg az örömszerzés van, és ott leginkább mezőnybe szeretek játszani. Úgyhogy, ugye a, a... Könnyű volt az alvás. Maradjunk annyiba. Ja, megmutattad a gyerekeknek, hogy tud ez a pistibá. Szerintem most azt hiszik, hogy te vagy az Isten. Hát ne higgyék. Én úgy gondolom, hogy nem az volt a lényege, hogy most én mekkora Isten vagyok, vagy sem. Inkább az volt a lényeg, hogy amit mond, tehát amit oktatok, azt még a mai napig is be tudom tartani nem is az, hogy betamtat, hanem meg tudom mutatni. Tehát, hogy akik esetleg még kételkedtek bennem, és tényleg nem annyira bíznak abba, amit mondok, azt ö, ott most abba a 10-15 percben, amit lenyomtam a Danival, ott abba te megmutatkozott az a, az a úgymond bennem levő tudás egy picit, ami, ami rám jellemző volt, amikor aktív voltam. Úgyhogy ebből kifolyólag az, az tényleg egy jól elsült háború volt, de hát ö, nem gondolom azt, hogy én most az is én lennék az Isten, mert nem. Nem. Ist, Istentől még nagyon messze vagyok, és valószínűleg mindig is nagyon messze leszek, úgyhogy, úgyhogy hagyjuk ezt az Isten dolgot. Vence, hát ö, hasonló volt, igen, amikor a testvériség kupán ö, kapura lőttem, és a kézilabda kapu, a kapufája egy kicsit megviselte a, a dolgot. Te közben nyugodtan írjátok a kérdéseket, minden, bármi, én kérdést szívesen ö, ö, fogadok. mert a következő témám, ami úgymond ilyen, hogy is fogalmazok, utolsó téma lesz, az majd ugye a magyar kapusedzőknek a, 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 körforgása, illetve, vagyis utolsó előtt, illetve az utolsó majd az lesz, hogy mik a közeljövőben a, a terveim. Most van Magyarországon kapusedzői képzés, mert régen volt valami kezdeményező, és ha van, akkor van-e értelme nincs, akkor kellene-e? Ez nagyon jó kérdés maradék, ugyanis most utána jártam, és... Most úgy működik ez, hogy konkrétan az, hogy kapusedző képzés nem, vagyis úgy, hogy bárki jelentkezhetne, olyan nincs. Úgy működik, hogy UEFA, vagy úgy van, hogy b kell szerezned, mert a c licensz a, a legalsó szint, és b kell szerezned, és utána tudsz csak részt venni kapus edzőképzésen, ami ugye nem tudom, hogy jó-e vagy sem. 2009-ben volt, ha jól tudom, ott talán nem is kellett a B-licensz, hanem autentikusan el lehetett vagy lehetett rajta jelentkezni. Úgyhogy uh, igazság szerint uh, én amondó vagyok, hogy, hogy valami, valami, működik. Nem tudom, hogy pontosan mi működik a kapus edző képzés alatt, mert amilyen ugye, kapus edzők vannak mostanában, nem mondám azt, hogy, vagy nem is azt, hogy mostanában, hanem az utóbbi időben tényleg amik működnek, nem biztos, hogy azt mondanám, hogy jó úton járunk. Tehát ott valami változásnak kéne lennie, bár ennek ellenére most éppen egy pillanat, mert Kantászilát bejelentkezett élőbe a sziműi, kapustáborról, és ott virulnak a kapusok, a, a, az úgymond én általam, meg nem csak az nem, az, nem csak az, hogy az én általam, hanem abba a dizájnba, amiben ö, amit én is a nyomdászom ö, tervezett, és tök jó látni, hogy, hogy ő is, illetve a a a kapusok is olyan pólóban vannak. Most ez egy kicsit úgymond fú hangulat. Na, arra úgy jöttük, egy kicsit megzavarodtam. Úgyhogy, na, vissza is térhet tehát kapus edzőképzés. Pedig érdekes mód, ugye ott tartottam, hogy ugye, ami az utóbbi években Magyarországon kapus képzés címszó alatt ment, az kabaré. Legalábbis ugye az eredményét láthatjuk, ugye, hogy milyen kapusok lettek ugye Magyarországon, kik voltak, voltak az etalon, kik voltak az elit, és euh, abból ki tényleg változtatni kell, és azért is nem értem, hogy miért lehet ilyen a képzésünk, hogyha egy olyan szaktekinté, mint mondjuk Andrus József, aki azért a válogatottnál is dolgozott, mint kapusedző, euh, mérkőzés helyzetekbe gondolkodik, és nem tudja azt a, Magyarországon valamiért ezek, valamiért mégse működik. Nálam működik, máshol nem. Nem tudom miért. Ez, ez egy rendhagyó kérdés. Ö, fön, ö, nézzük tovább, vencer kérdésére próbálok majd. Melyik fejlődött a legtöbbet a 2010 a azonban kapus részen. Fú, kedves vencel, ez nagyon... Próbáld meg majd egy picit jobban megfogalmazni. Próbáld meg majd ezt egy picit jobban megfogalmazni, mert gondolom, MB1-re gondolsz, remélem. Ha igen, akkor az a kapus, aki úgymond a semmiből tűnt föl, ugye az a Monár Péter, meg a... a MTK-nál ugye a Daniel Petkovic, hogy ők, ők, voltak azok, akik kapus részen a leg, legjobbat nyújtották számomra. Ugye, hogy lesz-e design tervező verseny? Igen, lesz. Miért kedves bányt ugye mondaná, hogy persze, hogy lesz egyszer. <laughs> pont, pont, pont. Ha, ha, És ö, lesz, össze kell rakni a dolgokat, mert én úgy tervezem, hogy ne csak Magyarországon, hanem úgymond nemzetközileg is lehessen egy ilyet csinálni, de minden tényleg a, az, hogy ö, miként, ö, miként meg hogyan állunk neki ugye ez a legfontosabb a tervezés. Tehát én mondhatok ötleteket, meg bele is vághatok, mint ahogy belevágtam itt a nagy jutóvazásba. Aztán ugye menet közben jövök rá, hogy hát ez még olyan egyszerű, mint gondoltam. Szeretnénk minél előbb, valószínűleg jövő hét utáni héten, az a július 10 héten lesz majd erről egy kis komolyabb beszélgetésem a, a, a főszervező, vagyis ugye a Jazz4Keeper szlovákiai vezetőjével. Úgyhogy mindenféleképpen én azt mondom, hogy lesz, az, hogy mikor, az pontosan nem tudom. De el szeretném. Szeretném minél előbb tényleg. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi, mennyi embert tudnánk elérni ezzel kapcsolatban. Andrus József edzését én már láttam, és szerintem nagyon színvonalas. Szerintem is színvonalas, de elvileg ő, a, ő, a, ő felel a kapus edző képzésért is. És még sincsenek olyan kapus edzők, akik, akik úgymond jó munkát végeznének. Tehát, hogy érted a problémát, hogy hoz egy szintet, amit, amit tudunk, hogy jó, mert. Tudunk, hogy jó, mert mérkőzés helyzetekben való gondolkodás, által ugye döntéshozatalt kell, vagy a döntéshozatalra van kihegyezve, illetve ugye az előrelátó gondolkodást is, meg az előrelátó cselekvést is elősegítené. Ezáltal ugye újra proaktív kapusok lehetnének, de még sincs, mégse látjuk ezt a dolgot a, a magyar kapus közegbe Úgyhogy ez, ezért mondom, hogy érde érdekes az egész helyzet. Moná Péter ellenünk dvt elég érdekesen állította fel a sorfal. Nem mindenki tudja átadni azt a tudást, amit bírtuk. Volna. Hát lehetséges, hogy maradék ez a, ez a helyzet. A vagyok, hogy folytatom tovább a következő úgymond témával, amit szerettem volna itt a live-ba előadni, az pedig ugye a magyar kapus edzőknek ugye a körforgása. Vagyis hát nem is annyira beszélnék róla, mert már ugye elmondtam a véleményemet, meg ugye a kapus keringőkről is, ki hova igazolt. Inkább azt mondám, hogy ez inkább egy interaktív rész lenne, ti mit gondoltok, ugye amit biztosan tudunk, hogy ugye Andrus Józsefet ugye vagy elküldték, vagy ő ment el. Ugye ezt, most ez ugye érdekes, mert ugye a MTK-stábjába kapus edző is érkezett. Lehet, hogy ennek köszönhetően Andrus József azt mondta, hogy akkor ő menne az MTK-tól. Lehet, hogy azért hozták, mert tudták, hogy el fog menni, nem tudni. De ugye ő most a Diós Györ felnőtt kapusaiért felel, illetve az utánpótlásért. Illetve ami még biztos változás volt, az a, az Újpesten, ugye Rabóczki Balázsnak a szerepe, hogy ő lesz a, a kapus és érdekelne, hogy ti mit gondoltok erről. Szerintetek ö, ö, már maga úgy az MTK-nál, hogy Andrus Józsefnek a távozás az, ö, milyen dolgokat van, vagy milyen következményt fog ö, okozni esetleg ugye az MTK kapusainál, vagy Diós Györnél lesz a -e változás, valamilyen előrelépés a kapusokkal kapcsolatban, vagy ne adj Isten, valaki esetleg tud valami olyan hírt, vagy olyan információt, mondjuk Rabócki hol foglalkozott kapusokkal, akkor azt nyugodtan ossza meg, mert nagyon érdekel, mert azt tudom, hogy Rabóczki egy, nem mondom azt, hogy egy átlagos, nem mondom azt, hogy kiváló, de úgymond egy, magyar szinten jó kapus volt, ugye a Dunafer be is védett, és nem mondám, vagy nem tudnám őt elképzelni, hogy most hirtelen berobbant az mb 1 be és eddig, eddig, nem hallottunk arról, hogy ő nagyon kapusokkal foglalkozott volna. Azóta, amióta abba adta, úgyhogy ez is egy érdekes dolog lesz. Úgyhogy ez a következő, úgymond ilyen kérdések és válaszok részbe ugye ilyen jellegű információkat szeretnék majd látni a cseten. És akkor legutolsó tényleg, ami ugye a címbe is benne van, hogy ugye a jövőbeli tervek. Hogy mit szeretnék, hogy szeretnék, mi a célom, megvalósítható-e. hát hol is kezdjem ugye az első ugye, amit ugye meg kell említem ami ugye folyamatban van ugye ez a úgymond a történelmi utazás a, a proaktív stílus útján az ugye könyv könyvformájában is szeretném majd kiadni nem csak blogba ugye az majd egy komoly jövőbeli terv lesz Ugye ebből, ebből kifolyólag. Ugye. Mivel az eredeti szakmán beprogramozó, ezért ugye én mindenféle olyan kiadást, ami mondjuk, designer, meg ö, ö, ilyen olyan szöveg, korrektor, meg mindenféle ilyen, olyan embert, aki ugye besegítene egy grafikailag hozzá nem értő, az azt ugye én ki tudom küszöbölni, illetve ugye a, borítónak a, a dizájnját is ugye meg tudom tervezni. Ezáltal ugye minden ilyen részt ki tudok küszöbölni, úgyhogy a kiadásaim is talán ebből a szempontból kevesebbek lesznek. Így remélhetőleg tényleg ki majd egy olyan könyvet, ami ahogy a, felolvasnék egy rész belőle, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy időkép nem kell, viszont lelkesedés, tanulási és érdeklődési vágy kell ahhoz, hogy velem tarts a magyar nyelvű kapusokkal foglalkozó szakirodalmakat tekintve talán az egyik legkomolyabb kutató munkában. Tehát, hogy tényleg úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog lesz, hogyha elkészül, illetve már maga az, hogy erről írok, és egyetem blogbejegyzést csinálok, nem, pedig, nem csak az, hogy még könyvet is próbálnék belőle, hogy ez egy olyan dolog lehet, ami, ami te Magyarországon egyedülálló egyedül a maga nevébe, és lehet, hogy nem lesz akkora sikere, mint mondjuk egy Ferencia Attila könyvnek. Lehet nem lesz akkor a sikere, mint mondjuk Jonathan Wilsonnak, ugye több országban, több nyelven lefordítva, stb. stb. De bízom abban, hogy, hogy ha már egy valaki elolvas, már annak is örülni fogok. Úgyhogy innentől kezdve, ugye, innentől kezdve bízakodom abban, hogy 2018-ra már meg lesz a könyv. Ugye a másik jövőbeli terv, ugye nem biztos, hogy minden áron én a, a csak úgy szeretnék megmaradni a köztudatban, mint a, a kapus edző, aki live-okat készít. Szeretnék majd különböző kapusokkal kapcsolatos challenge videókat is majd ö, ö, létrehozni, Ugye már van egy tervben, nem mondanám el, hogy mi, de hasonló, mint a crossbar challenge volt, ugye a rabónak crossbar challenge, amit föltöltöttem. Ugye hasonló challenge szeretnék majd uh, csinálni, ugye ehhez majd kelleni fog mondjuk egy-két jobb kamera, meg ugye majd a videóvágás is. <kül> de... Valószínűleg ebből a szempontból is szeretnék fejlődni, illetve szeretnék majd gördülékenyebb live adásokat is létrehozni, aminek köszönhetően ugye sokkal, úgymond sokkal több embert is elérhetek, mint ami most 6 darab néző, illetve a legtöbb is 10 volt most. Ugye ez valószínűleg köszönhető annak, hogy menet közül ugye le kell tájítanom a live-ot és újrakezdeni az egészet, úgyhogy ezen is próbálok majd változtatni a jövőbe. Ugye ami még biztos, hogy jövőbeli terv az ugye ez, ugye amit láthattok, Just for Keepers, illetve a kapustábor. Ugye már most elkezdtük szervezni, hogy jövőre miként terveznénk a tábort, és ezzel kapcsolatban a kollégámnak majd lesz egy személyes találkozója egy illetővel. Akivel akár, ha úgy alakul, akkor közös megegyezésre is tudunk majd jutni, és lehet majd, talán lehet majd, ez függ attól, hogy tényleg milyen egyezségre tudunk majd jutni, vagy tudnak majd jutni, hogy egy ö, vidéken ö, kihelyezett Détári Kapus Iskola székhely. Úgyhogy ez is egy elég komoly előrelépés, de ugye ezt nem mondom biztosra, hogy ez lesz. Hétfőn, majd, hétfőn, lesz majd a beszélgetés, akkor derülnek majd ki a részletek. Úgyhogy egyenlőre maradjunk annyiból, hogy vannak tervek. Bizakodom abba, hogy a nagy ré... Tehát olyan terveket állítottam föl, amiket úgy gondolom, hogy meg lehet valósítani. Illetve át, amit még ugye a maradék is felhozott, hogy a póló terv verseny, és ö, azt is szeretném mindenféleképpen a jövőbe ö, úgymond megcsinálni, meg illetve a Jazz for is szeretnék minél nagyobb célközönséghez eljutni, illetve ugye, a folyamatosan ugye szakmailag fejlődni. Na akkor még így az utolsó, ö, utolsó úgymond ilyen kérdés felelek rész, be belemegyek. Ugye Maradék írta, hogy szerintem Andrus József nem akar mb 2 be lenni, de a kapus edző keringőjébe egyáltalán nem látok bele. Nem tudom, hogy miért, meg hogy. Azért ugye Andrus József nem csak az MTK felnőtt csapatánál volt ö, számításba véve, hanem ö, ő az utánpótlás kapus képzésének a vezetője volt. Tehát ott az MTK-nál most egy komoly változás lesz. Úgyhogy mindenféleképpen azt várni fogom, hogy, hogy ott milyen fejlemények lesznek. Kőegyi Bálint írja, Pisti, biztos te is kaptál már rátigazolási ajánlatot, ugye kapus edzőként ebből tudnám mondani, hogy ki keresett meg téged? Kedves Bálint, Iszonyatosan örülnék, hogyha ilyen megtörtént volna, de engem még nem kerestek meg, valószínűleg még nem vagyok azon a szinten, hogy engem ö, egyesületek megkeressenek, hogy a fiam már nagyon jó munkát végze a kapusokkal. Hops! Remélem nem töltöm össze a lencsét. Jó, hú! Há' nem töltöm össze. Tehát, hogy... Ö... Ö, nem, nem, gondolom, vagy ö, ebből kifolyólag, hogy még nem keresett meg senki, úgy gondolom, hogy még nem vagyok azon a szinten, hogy én ö, engem akárki meg is keressem. Úgyhogy még bőven nem kaptam ajánlatot, és valószínűleg még a közeljövőben nem is fogok. Az újpesti kapusedzőnek tudtam, hogy van kapusedzői múltja. Hát Rabócki került most oda, hogy neki nem tudom milyen módja van. Szerintem maradt volna az mtk nál de az MTK úgy tenni is egyből föl akar jutni. Csak az nem a kapuson múlt. Tehát mondjuk igen az MTK-nál, vagyis MB2 ugye az a, meg, az a szokás, hogy vagy nem is az a szokás, hanem ugye az a előírás, hogy csak magyar játékos vehet ö, részt a bajnokságba, és ugye ezáltal két kapusától is meg kellett válnia lényegében és ugye a Demén Patrikot visszahozták meg a Szentpéteri Viktort, aki mondjuk nyugdíjas, de nem is értem, minek, mit kereső ott, mert a Damien Patrik véd, de ez is már egy másik dolog. És szerintem nem az Andrus József múlt az, hogy az MTK kiesett, bár biztos az volt a baj, hogy elvárták volna, hogy a Petkovics rúgjon mondjuk 15 gólt a bajnokságba, és nem teljesítette Andrus Józsi szar, Menjen a, menjen a, világba. Pisti látta a DVTK szlovák csapat elleni meccsét, ha nem, akkor mindegy, de Bukrán Erik védett. Tehát én örülök neki, hogy Bukrán, Bukrán Erika védett, bár ugye a Diós ugye ott maradt a Rados is, meg az Antal Botond is, nem tudom mennyi szerepet fog kapni a jövőbe, de én szeret, tehát én látnék benne potenciát mindenféleképpen könyved lesz? Na, hát uh, remélhetőleg lesz. Én uh, mindenféleképpen tervben van. Most így elgondolkodom, hogy uh, hát nincs éppen nálam, már korábban csináltam ilyen kis kivonatot a kapusz szemmel uh, blogbejegyzésekből, úgyhogy uh, uh, szeretném hogy, hogy 2018-ban megjelenjen. Rengeteg munka lesz vele, de úgy gondolom, hogy tényleg, amit célt ö, meghatároztam, ezzel kapcsolatban, úgymond, jövőbeli cél, azt, azt lehet teljesíteni, és úgymond a közeljövőbe is lehet teljesíteni, tehát nem csak az, hogy jó, majd 20 év múlva ez sikerülni fog. Ö, nézzük tovább. Ö, Szerinted a vasas meccse bunda volt-e? Szerintem bunda volt. Hát maradékén, amond én, most remélem Juhász Kristóf már lekapcsolt a live-ról, se el tudom mondani, bár hogyha itt van, akkor sem nagyon érdekel a jelenléte. Tehát szerintem bunda volt. Szóval, uh, tehát ilyen nincs. Tehát ilyen nincs, hogy egy csapat, amelyik 88 percig szervezetten védekezik, szervezetten uh, játszik. Az utolsó öt percben ennyire antifutballt játszon, és ennyire ne akarjon nyerni, az, az szinte lehetetlen. Tehát minden áron picsán kellett volna rugdosni a labdát, tényleg 68 felé is, és kirúgni az összes labdát a stadionból. De az vasas nem tette meg, de erről ugye mondták párra a véleményeket, meg Kristóf is elmondta, hogy miért nem volt szerintem bunda, illetve a Loki blog... Ö, egyik képviselője, csibú is elmondta, hogy szerintem miért nem lehetett bunda. Pisti, azzal a labdával, amivel a lába lábba elköszöntél, Ö... olyan labdán van. Na, ennek örülök. Most megint majd labdát... Ó, oh -oh -oh, van labda közelben, bár nem fogok el odaérni. Ö... Közben ugye a maradék írja, 108-szoros volt a nyeremény, tuti nem bunda. Hát... Na mindegy. Tehát erről is elmondtam a véleményemet, hogy amikor megláttam, hogy félidő 1-2, és a vasos vezet, akkor azt mondtam pont a egyik edző kollégámnak, akivel mentünk is pályázni, hogy nehogy az legyen, hogy félidő V, végeredmény H. Sajnos igazam lett. A dvt nál szívesen látnálok. <laughs> Köszönöm Bálint, hogy szívesen látnám majd. Remélhetőleg egyszer tegel jutok arra a szintre, hogy, hogy, hogy ö, ö, azt mondják, hogy igenis nekem helyem van egy komolyabb klubnál is, bár amondó vagyok, hogy, hogy így se panaszkodom, mert tényleg az a fajta úgymond kreatív szabadság, amit megkapok, hát vagy, hogy is fogalmazzak, ö, nem is mond... Tehát máshol megvan, megvan szabva, hogy te mit csináljál, nincs meg az, hogy hogy azért kreatívan ö, 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 formád, vagy kreatívan megmutathassd a gondolataidat, szerencsére ugye nekem sikerült ezt elérnem, és ebből kifejezően nem is bánom úgymond azt, hogy én nem vagyok egy nagyobb egyesületnél. Mehetné az egyik utánpótlás válogatotthoz. Hát ahhoz Kristóf meg végképp nagyon messze vagyok, úgy gondolom, mert többek között olyat nem fognak foglalkoztatni, akinek nincs még edzői végzettsége. Teljesen mindegy, hogy van olyan kapusom, vagy van olyan volt kapusom, aki most a Barcelonába fog kikötni. Bukrán Bódog Tamásban lehet bízni, hogy beteszi szerintem az Eriket. Hát remélem, hogy be fogja tenni ha a jövőt kell nézni, akkor mindenféleképpen neki kéne védenie, meg most szívünkre tesszük a kezünket, a három kapusból talán benne több potenciál van. Csak teljesítsen jó. Hát igen. Akkor így a, a, ezt a nehezen megszületett live-ot Bezárnám, de pont maradék még jókor írt egy, egy kérdést. És az MB egy kapusedző közül mennyinek van ilyen UF-s kapusedzői képesítése. Hát, hát, ha jól tudom, bár ezt most megnézem neked, hogy ö, B1. hogy ö, fönt van amúgy egy oldalon, hogy milyen ö, kritériumnak kell megfeje, megfelelnie azoknak a, az edzőknek, akik ugye a kispadon szeretnének helyet foglalni. És azt hiszem úgy van, ó, meg is találtam, pont jó. Ö, felnőtt bajnokság nevezésem, B1 felnőtt nagypályás bajnokságban, a kapusedzőnek UEFA B, MLS kapusedzői, vagy az adott nemzetiség szövetségi képzésén, képzési rendszerének megfelelő kapusedzői liszenzt. Ugye ilyennel kell rendelkeznie, hát szerintem mindenkinek megvan. Mi az oldal neve? Hát én az MLS. Vagy az igazgatóságok.mls.hu oldalán láttam, de most majd betettem link formájába, itt láthatod meg, hogy milyen milyen lehetnek kellhetnek, hogy az adott csapatoknál tudjál szerepelni, mint edző. Igazán nincs mit. Úgyhogy ezzel, telgezzel a gondolattal szeretném zárni a live-ot remélem tetszett. Ha tetszett, akkor tényleg nyomjál nekem, nyomjál ott lent egy lájkot. Like ha van észrevételed, van kérdésed, nyugodtan írjál hozzászólásba a YouTube videóhoz, bármilyen egyéb felvetésed van, videó ötlete, szívesen hallgatok mindenkit. Ha szakmai beszélgetést szeretnél folytatni velem, tényleg minden fórumon megtalálsz, akár itt YouTube-on, akár ö, Facebookon a Kapusz blog Facebook oldalán, vagy a Détár István blogger kapusedző Facebook oldalon, vagy esetleg a ö, ö, személyesen is rám keresett Facebookon is írni. Lenne egy kérdés a külföldi kapusedzéssel kapcsolatban, nem értem pontosan most akkor még gyors válaszolok Bálintnak, és tengez ezt az Ászó, hogy ugye azok a kapusedzők, hogyha mondjuk jönne egy horvát kapusedző, akkor attól nem várják el azt, hogy M kapusedzői végzettsége legyen, hanem ugye a horvát edzőképzésen megszerezhető kapusedzői licenccel rendelkezzen. Tehát, hogy ez a, 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 a lényege ennek a dolognak. Jó, akkor a legfontosabb dolgot nehogy elfelejtsem, bár remélem, hogy odáig eljutok. Ha nem, akkor. Akkor érdekes lesz, de úgy néz ki, hogy el fogok jutni, közben a hangomat meg halljátok. Ez a legjobb dolog az egészbe, hogy a hangomat halljátok. Magyaráig már előtte a Point a labda legyen veletek. Sziasztok!